Választások. Az utolsó pillanatban iktatta dossziéját a Maros megyei tanácselnöki tisztségért Máté Zsolt Péter független jelölt, aki 2016-ban még a Maros-Ludasi Pinélé színeiben szállt harcba a polgármesteri székért. Az RMDS szerint megtévesztésről van szó. Terrorfenyegetés. Európai hírszerző ügynökségek figyelmeztetése szerint Oroszország aktívan elkezdett robbantásokat, gyújtogatásokat és infrastrukturális rombolást előkészíteni európai földön. Pünkösd. Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú programját. Jövő héten péntektől hétfőig több alkalommal is szentmisék és imádkozási, virrasztási lehetőségek lesznek. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! A Szatmár megyei tanácselnöki tisztségért folyó játszmához hasonló manőverhez folyamodott Maros megyében is a Nemzeti Liberális Párt. A megyei politikában gyakorlatilag ismeretlen Máté Zsolt Péter szinte a semmiből több mint 4700 aláírást gyűjtött, és függetlenként száll harcba Maros megye tanácselnöki pozíciójáért. Az aláírások valódisága megkérdőjelezhető, véli a Maros megyei RMDS elnöksége. Az utolsó pillanatban iktatta dossziéját a Maros megyei tanácselnöki tisztségért Máté Zsolt Péter független jelölt, aki 2016-ban még a Maros-Ludasi Pinélé színeiben szállt harcba a polgármesteri székért. Máté Zsolt Péter hivatalos Facebook oldalán a 2016-os kampány ideje alatt posztolt bejegyzések a legfrissebbek. Azóta gyakorlatilag nem volt aktív, és arról sincs bejegyzés, hogy mikor léphetett ki egyáltalán a Nemzeti Liberális Pártból. Az RMDS Maros megyei szervezete óvást nyújtott be Máté jelöltsége ellen, de azt elutasították. Csibi Attila Zoltán megyei elnök 24 plusz című műsorunkban kifejtette, a több mint 4700 aláírás valódisága megkérdőjelezhető, hiszen azok zöme nyárátőről származik. Véleménye szerint Máté indításával egyértelműen az a szándék, hogy megtévesszék a magyar szavazókat. Valószínűleg, hogy ez volt a cél, viszont azt nem mérték fel, hogy a magyar Maros megyei magyar választók azok azért ennél tisztábban látnak és átlátnak ezen az olcsó trükkön, hogy így fejezzem ki magam, hiszen egy olyan ismeretlen emberről beszélünk, akit még Maros-Ludason sem választottak meg polgármesternek, ott is csak 14%-ot sikerült összehozni a választásokon. A Maros megyei tanácselnöki pozícióért egyébként 80 szállnak versenybe. A jelenlegi tanácselnök Péter Ferenc harmadjára méretteti meg magát az RMDS színeiben. Mint ahogyan mi is beszámoltunk róla, egy héttel ezelőtt Szatmár megyében történt hasonló eset, ahol Pataki Csaba jelenlegi tanácselnökkel azonos nevet viselő polgár iktatta a jelölési dossziéját, de azt később visszavonta. Május 10-én indul hivatalosan a helyhatósági, valamint az európai parlamenti választási kampány Romániában. Ezt megelőzően Szorványvidékre, így már a Maros több településére is ellátogatott Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, aki egy újabb mandátumra jelölteti magát. Az uniós támogatás segítségével nemrég felújított koltói teleki kastélyban találkozott Winkler Gyula, EP képviselő, a helyi RMDS tanácselőtekkel, vállalkozókkal. A beszélgetésen a politikus kifejtette az Európai Parlamentben való képviselet fontosságát, megpróbálta feloszlatni a téves előítéleteket, illetve felvázolta a helyi közösségek konkrét támogatási lehetőségeit. Málamarosban, Nagybányán ott vannak az etnikailag vegyes családok, ott vannak a kettős identitásúak, ott vannak mindazok, akiktől mi úgy gondoljuk, hogy támogatást kaphatunk, hiszen ők értik és átérezik azt a fontosságot, amit mi a magyar identitáshoz kötünk, a kultúránkhoz, az anyanyelvünkhöz és az egyházainkhoz. Hangsúlyozta, hogy az RMDS-nek nem rejtett szándéka a kormányzás, hiszen csak így tudja hitelesen és hatékonyan képviselni a magyar kisebbség érdekeit, ehhez pedig szüksége van a szavazók bizalmára. Pintér Zsolt, a szövetség Mára Maros megyei elnöke és a politikum és a választók egymásra utaltságát emelte ki a közös célok megvalósítása érdekében. A választóknak nem az a dolga, hogy elmenjenek szavazni. Az csak egy állomás. Mi együtt kell dolgozunk a kampányban, és együtt kell dolgozunk majd választások után is. Mert ez az igazi közösség, ha megállítanak az utcán és elmondják, hogy Nagybányán mire van szükség, hogy az önkormányzat mit tegyen, én azt meg tudom képviselni a tanácsban, és ha összejön, akkor mindenki a magáénak tekinti. Winkler Gyula máramarosi látogatásának következő állomásai Felsőbánya és Máramaros-sziget voltak. Mindkét településen a magyar közösség számára meghatározó jelentőségű épületeket újítottak fel, illetve építettek európai finanszírozásnak köszönhetően egy barokk templomot, valamint egy óvodát.
Három pillérre építi a programját Bíró Barna Botond, az RMDS udvarhelyszéki szervezetének elnöke, a szövetség Hargita megyei tanácselnök jelöltje, biztonságos közlekedést, minőségi szolgáltatásokat és erős kulturális identitást szeretne nem csak udvarhelyszéken, de az egész megyében. A közeledő kampányidőszak kihívásairól tartott sajtótájékoztatót ma. Lejárt a hivatalos jelölési dokumentációk leadási határideje. Udvarhelyszék minden településén elfogadták az RMDS jelöltjeinek iratcsomóját, számolt be Bíró Barna Botond, az RMDS udvarhelyszéki szervezetének elnöke keddi sajtótájékoztatóján. Biztonságos közlekedést, minőségi szolgáltatásokat és erős kulturális identitást szeretnének a közösségnek. Ezekből kiindulva fogalmazták meg programjukat. Lassan csak egy hónap van az önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokig, csütörtökön kezdetét veszi a hivatalos kampányidőszak. A szövetség legnagyobb feladata lesz a lehető legtöbb emberrel találkozni, kikérni a véleményüket arról, hogy mit szeretnének a következő 4 évre, véli Bíró Barna Botond. A politikus kitért az EP választások fontosságára is, főleg azokon a településeken, ahol nincs ellenjelöltje a helyi polgármesternek. A legfontosabb feladatunk az lesz, hogy elmagyarázzuk és tájékoztassuk az embereket a június 9-i választások igazi tétjéről, az pedig az, hogy az erdélyi magyarság jövője alakítását továbbra is a kezében tudja tartani, tehát ott leszünk-e az Európai Parlamentben. Hangsúlyozta, vannak dolgok, amin változtatni kell az uniós bürokrácia terén. Kevesebb papír és több pénz szükséges, példának okáért az erdélyi magyar gazdák boldogulásához. Ugyanakkor előtérbe kell kerüljön az őshonos nemzeti kisebbségek kérdése, fogalmazott. Azt is elmondta, azért is fontos, hogy az RMDS továbbra is ott legyen az Európai Parlamentben, hogy meg tudja védeni a magyarságot azoktól a szélsőségesektől, akik egyelőre a bukaresti parlamentben támadják, de feltehetőleg Brüsszelben is ott lesznek. Gyerekorvosi rendelő, játszótér, after school, inkubátorház, ezekkel gazdagodhat a Maros megyei nyárátszereda, mert sikeresen pályáztak az elmúlt időszakban Európai Uniós pénzekre, de Maros-Keresztúr községben is iskolák, óvodák és közösségi terek újultak meg. A Maros megyei nyárátszeredában 4 fontos beruházás valósulhat meg Európai Uniós finanszírozásból, számolt be Tóth Sándor polgármester. Mivel a városban prioritás az oktatás és a gyerekek jóléte, ide tartozik az új játszótér, amelyhez 50 000 euróval járult hozzá az Európai Unió, az önkormányzati önrész pedig szintén 50 000 euró volt. Szintén átadták már a délutáni oktatás épületét, ahová a hátrányos helyzetű gyerekek járhatnak is, után, és a pedagógusok segítenek nekik a tanulásban. Az épületben lesz gyerekorvosi rendelő is, a 200 000 eurós teljes beruházásból 100 000-et finanszíroztak Európai Uniós forrásból. Amellett, hogy tényleg elég sok kritika éri az Európai Unió irányát, amellett a gazdaság élénkítő projektjei, a kiírásai, azok a kisebb településeken, mint például Nyárádszereda is, az elengedhetetlen és fontos, hiszen ezek nélkül nem biztos, hogy bele akartunk volna vágni ezekbe, és számunkra fontos az, hogy mindenféle erőforrást, brüsszeli erőforrást, kormányerőforrást ide tudjunk irányítani, mert így tudjuk az építkezéseinket, a terveinket véghez vinni. Épül a felsoroltak mellett az inkubátorház is, amely 2 300 000 eurós projekt. Ezt a regionális operatív program keretében sikerült Európai Uniós forrásból elindítani, és hamarosan átadásra kész lesz. Maros-Keresztúron is több projekt van kivitelezés alatt, amelynek összértéke meghaladja a 10 millió eurót, ez pedig a település átlag költségvetése felett van. Volt uniós forrásból a víz- és szennyvízcsatorna hálózatunk, teljesen új hálózat kiépítése Kakasdon. Volt felújított iskolánk, van óvodánk, és most benyújtva pedig van egy 7 millió eurós megnyert pályázatunk, ami a tömbházak szigetelését és energiahatékony átételét célozta meg. Vannak okosbusz megállóink kivitelezés alatt. Szintén uniós forrásból újult meg a központi park, a kultúrotthon és a sportpálya is, tette hozzá. Kovács Edith szerint önmagában a falvak költségvetései és a kormánytámogatások nem elegek a fejlődésre. Uniós források nélkül egy helyben toporognánk, fogalmazott.
Évtizedeken át raktárként használták, de még edzőterem is működött az 1822-ben épült Kézdivásárhelyi volt székely katona neveldében. A 200 éves épület most romokban heverne, ha nem nyer a Kézdivásárhelyi önkormányzat Európai Uniós finanszírozással jelentős összeget. Ezáltal sikerült megmenteni az enyészettől a patinás műemléképületet. 60 millió lejt már kifizetett a Kézdivásárhelyi önkormányzat európai uniós beruházásokra, még 48 millió lej vár arra, hogy az uniós ciklus végéig, 2026-ig elköltsék. Az összes óvodát és iskolát felújították a céhes városban, új óvoda is épült uniós finanszírozásból. Ezen kívül még az egészségügyben történtek lényeges befektetések. Megújult a sebészeti osztály, és bővül a járóbeteg rendelő is. Az egyik leglátványosabb uniós beruházás azonban a 200 éves műemléképület, a székely katona nevelde épületének felújítása, amely lassan a végéhez közeledik. A város erre 20 millió lejt kapott az Európai Uniótól. Uniós finanszírozás nélkül ennyi pénzt az önkormányzat saját jövedelméből sohasem tudott volna előteremteni. Nagyon kár, mert tényleg egy szép épület, egy nagy épület is itt van a város központjában. Én azt hiszem, hogy nem csak az a fontos, hogy azt az épületet felújítottuk, hanem azt, hogy élettel is meg tudjuk tölteni, és meggyőződésem, hogy ezáltal a turizmusban is egy lépést teszünk majd előre. A belső munkálatok a végükhez közelednek, a térrendezés van hátra. A polgármester szerint néhány hét, legfeljebb két hónap, és a C-történeti múzeumot is átköltöztethetik új helyére. Az épület hiánypótló funkciót is betölt majd, a belső udvaron színpadot, kivetítőket terveznek elhelyezni, megfelelő időjárás esetén ideális helyszíne lesz kültéri rendezvényeknek, koncerteknek, amellyel mind a turizmust, mind a közösséget építeni tudják. Bár a beruházás most már látványos szakaszánál jár, de eddig sokat kellett küzdeni, vallja a polgármester. Ugyanis minden önkormányzatnak problémát jelent, hogy az uniós projektek lebonyolítása 3-4 év, ami alatt az eddigi tendencia alapján annyira elszabadulnak az építőipari és energiaárak, hogy az önrészt erőn felül meg kell emelniük. Ez pedig általában hitelből történik. Letette hűségesküjét Vlagyimir Putyin orosz elnök 6. mandátumának megkezdésekor. Ugyanakkor hírszerzők szerint Oroszország terrorcselekményekre készül európai országokban. A Híradónknak nyilatkozó elemző szerint az orosz hibrid harcmodor megnyilvánulásaira vonatkozó jelzésekről van szó. Ady András elmondta, a napokban még hallhatunk ilyen híreket, de aztán lecseng a hírfolyam. A helyzetismeret és a felkészültség azonban mindenképpen javallott. Nyugati hírszerzők szerint Oroszország arra készül, hogy szabotázs akciókat hajtson végre NATO tagállamok területén. Európai hírszerző ügynökségek figyelmeztetése szerint Oroszország aktívan elkezdett robbantásokat, gyújtogatásokat és infrastrukturális rombolást előkészíteni európai földön. Ady András külpolitikai elemző híradónknak elmondta, az ilyen figyelmeztetések aránya 2014 óta megugrott, tulajdonképpen az orosz hibrid harcmodor megnyilvánulására vonatkozó jelzések érkeznek. Az elemző megjegyezte, a szabotázs veszélyfelhívás egybeesett Hakeem Jeffries, kongresszusi demokrata frakcióvezető tegnapi felszólalásával, amely szerint Putyin párti klik működik az amerikai törvényhozásban, és felhívta a figyelmet arra, hogy republikánus képviselők Donald Trump irányításával szeptembertől áprilisig halasztották a 61 milliárdos ukrajnai segélynyújtást, melynek nyomán nem csak a trumpi informális hatalom érvényesült, hanem ezen Putyin párti amerikai törvényhozók hatalma is. Ha számításba veszem azt, hogy ugyebár a franciák, németek és a legújabb és talán a legszakavatottabb visszajelzők azok a lengyelek oldaláról egyre hangosabbak voltak ezek a figyelmeztetések az elmúlt hónapokba, és ha figyelmül veszem azt, hogy közelednek ugyebár az európai választások, amelyeknek kapcsán már beszámolt a nemzetközi sajtó is olyan orosz próbálkozásokról, miszerint az európai szélsőjobb udvarlása megtörtént, akkor azt mondom, hogy sohasem jön rosszul egy ilyen szituációs felkészítés, vagy figyelemfelhívás potenciális orosz beavatkozásokat illetően.
Ady András valószínűsíti, hogy a győzelmi nap május 9-e környékén még lesznek ilyen hírek, ám utána valószínűleg abbahagynak. Európa is az EP választásokkal lesz inkább elfoglalva. Ugyanakkor hangsúlyozta, amikor Oroszországról van szó, nem árt a megfelelő helyzetértékelés és felkészültség, mert a megfelelő felkészültség hiánya adott esetben végzetes is lehet. A novemberben jóváhagyott műszaki és gazdasági mutatókat követően felkerült a térképre a Nyárádszereda és Sóváradszováta közötti A8-as autópálya részletes nyomvonala. A lakosság véleménye megoszlik a megépülő autópályával kapcsolatban, noha egyelőre csak a térképen látható. Itt fog áthaladni a Nyárádszereda és Sóváradszováta közötti A8-as autópálya, amelynek részletes nyomvonala felkerült a proinfrastruktúra térképére. Az autópálya megépítése számos felháborodást keltett a lakosság körében. Nem mindenki örül a Nyárád mentén annak, ahogy kialakították a térségen áthaladó Marosvásárhelyi Jászvásár A8-as autópálya nyomvonalát. Elsősorban azt kifogásolják, hogy a nyomvonal olyan területeket érint, ahol jelenleg házak vannak, ezeket pedig bontásra ítélték. A Kisnyárád-patak medrét bizonyos helyeken át kell helyezni, illetve a Nyárádszeredától keletre futó 135-ös számú megyei utat is át kell építeni. A Nyárád-Magyaros és Sóvárad közötti szakaszon két alagút megépítése van tervben, a szovátai csomópontot pedig Sóvárad külterületén hoznák létre. Az említett negatívumok mellett Tóth Árpád polgármester azonban inkább a leendő sztráda pozitív oldalát emelte ki. Valójában a vidék turisztikai és gazdasági fejlődésére is ez komoly hatással kell legyen, és a település ki is kell tudja majd használni azt, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, amit majd az autópálya megépítése jelent majd a településnek. És valójában nem csak Sóváradnak, hanem itt az egész Sóvidéknek, Szováta Parolt korom felfelé, ez egy nagy eredmény lenne, hogyha ezzel a vidék úgymond profitálhatna belőle. Azt is hozzátette, hogy az autópálya Sóvárad-Kibédi bejárata előtt keresztezi majd a jelenlegi országutat, délről megkerüli a települést, majd Sóvárad és Szováta között lesz a csomópont, ahol le, illetve fel lehet majd hajtani a pályára. Bár a térképre felkerült az első kapavágásra, a többi hasonló projekt megvalósítási ritmusa alapján várhatóan még nagyon sokáig kell várni. Három sport gigaberuházásnak adott zöld utat a román kormány a múlt héten. Konstancán és Pitesten futballstadion, Sepsiszentgyörgyön pedig jégcsarnok épülhet. Ez utóbbi Románia, sőt Kelet-Európa legkorszerűbb jégcsarnoka lehet, ha megvalósul. Jelenleg ez az egy sátorral fedett jégpálya üzemel Sepsiszentgyörgyön, melynek működtetése 20 fok felett, már enyhe tavaszi idő esetén sem megoldható. Több évtizedes álom volt itt a megye székhelyen egy olyan jégcsarnok, ahol professzionális szintre emelhetik nem csak a gyermek, de a felnőtt jégkorong és műkorcsolya számokat is. Most ez az álom valóra válhat, hiszen a kormány bejelentette, 245 millió lejből épülhet itt 2200 néző befogadására alkalmas sportlétesítmény. Egyre népszerűbbek a téli sportok Sepsiszentgyörgyön. Nem csak a közkorcsolyázás, de a versenysportok iránt is nőtt az érdeklődés az elmúlt évek folyamán. Ez többek között a Bevezetés a sportba nevű programnak is köszönhető, amely az önkormányzat támogatásával heti egy óra mozgást tesz lehetővé a végzős óvodások és az alsó tagozatos iskolások számára. Az új jégcsarnokban most a felnőtt professzionális sportolók is helyet kaphatnak. A háromszéki ágyúsok jégkorongcsapat eddig Kézdivásárhelyen edzett, de az új létesítményből az Erste Ligát is megcélozhatják majd. Jégpályába beterveztünk egy olyan metodikai központot, ami azt jelenti, hogy akármilyen sportágnak megfelelő száraz felkészülést tudunk biztosítani, és nem csak jégpálya lesz, hanem egy olyan technikai felkészítő terem is, ahol akár jégkorong, akár műkorcső, akár bármelyik téli sport nagyon komoly szinten tud felkészülni, akár olimpiai szinten is. Hogy van létjogosultsága a székelyföldi jégkorongnak, azt a hétvégén Olaszországban elért divíziós egypera a világbajnokság sikere is bizonyítja, mondja az onnan hazafelé tartó Kernász Tuba. Ezzel a sikerrel megleptük az egész világot, vallja a hokiedző, és az új jégcsarnok megépítésével még több esélyt adhatunk, hogy Székelyföldön, Gyergyószentmiklóstól lefelé, Csikkarcfalva, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Brassó tengelyén fejlesszük a jégkorong sportot.
Május 17-e és 20-a között ismét több százezer hívőt várnak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amely már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményének számít. A liturgikus program május 17-én kezdődik. A csíksomlyói kegytemplom és kolostor, valamint a kis és nagy somlyó hegyek közötti nyereg lesznek a főbb helyszínei a május 17-e és 20-a között megtartott pünkösdi búcsúnak. A zarándoklatra minden évben több százezer keresztény hívő látogat ki. Május 17-én pénteken 18 órától szentmisével indul a búcsú, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virasztás követ. Szombaton 5 óra 30 perctől gyónás és áldoztatás lesz a ferences kolostor udvarán, a szentmisék reggel 7-kor és 8-kor lesznek a kegytemplomban. A kordon 10 óra 30 perckor indul a főpapság vezetésével a kolostortól, az ünnepi szentmisa a kis és nagy somlyó hegyek közötti nyeregben 12:30-kor kezdődik. Ugyancsak szombaton 18 órától szentmisére kerül sor a kegytemplomban. Május 19-én vasárnap reggel szintén két időpontban tartanak szentmisét a kegytemplomban, az ünnepi szentmisére 10 óra 30 perckor kerül sor. Május 20-án és 21-én a szentmisék a következőképp alakulnak. Előbb reggel 8-kor, majd 10 óra 30 perckor, végül 18 órától. Az idei liturgikus évnek a csíksomlyói kegyhelyen, amely egyben a pünkösszombati fogadalmi nagybúcsúnak is a jelmondata, mottója, újuljatok meg, Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből vett idézet, amely a 4. fejezet 23. versében található. Ez a motto utal a főegyházmegyei pasztorális évre, ahol az imával megújuló közösség évét hirdette meg a főpásztor, fogalmazott a ferences szerzetes. A pünkösdi búcsú teljes ideje alatt, ahogy az lenni szokott, forgalomkorlátozásra kell számítani egész Csíkszered a területén. Az ünnepi szentmise szónoka ezúttal Felföldi László pécsi megyés püspök lesz. Mint az előző években, idén is indul Budapestről zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vágányzár miatt azonban idén kikerüli Kolozsvárt és Marosvásárhelyt. Az előző években mindkét helyszínen ünnepélyes fogadtatásban részesültek a zarándokok. Idén a Szilágysági Désházán rendezték meg a 20. pünkösdi focikupát a szilágysági öreg fiúknak. A vándorkupát az utolsó torna győztesétől ezúttal a szilágyzoványiak vihették haza. A hétvégén 20. alkalommal tartották meg a pünkösdi öreg fiúk focitornát, amelyre 14-30 év fölötti játékosokból álló szilágysági magyar csapat és Magyarország kolozsvári főkonzulátusának csapata jelentkezett. Valamikor megszületett ez az ötlet, hogy évente négyszer szervezzük meg az old boy, tehát az idősebb korosztálynak a foci tornát, hiszen minden magyar közösségnek lehetősége van ezen részt venni, és részt is vesznek, megismerik egymást a közösségek, megismerik a falvainkat, megismerik egymást, és ezáltal is szövődik a barátság. A mérkőzés reggelén 12 csapat jelent meg. A sorsolást követően a három csoportból az első két nyertes csapat juthatott tovább. Így alakult ki a negyeddöntő és az elődöntő. A nagy füves pályán egy időben 3-3 csapat játszott, mintegy 25 percet. Megmutassuk, hogy a sport nem csak egy játék, hanem egy eszköz is, amely összeköti az embereket és megerősíti a kapcsolatokat. Tehát a foci torna nem csak a győzelemről szól, hanem arról is, hogy együtt ünnepeljük a közösség, a magyar közösség erejét és összetartozását. Az öreg fiúk focikupát évente négyszer tartják meg. Pünköst környékén a pünkösdi kupát, augusztus 20-a táján a Szent István kupát, ezt pedig a szüreti kupa követi, és év végén a szilveszteri kupát szervezik meg. A hétvégi mérkőzésen Szilágyzovány csapata remekelt. Én szedem össze a srácokat, és örülök neki, hogy szeretnek jönni, és ez nagy eredmény volt nekünk. Ez az első hely. Ez az első nyert? Már nyertünk máskor is, meg volt több második hely, harmadik hely is, de még mindig részt szoktunk venni, és ez számít. A megmérettetések után harmadik helyezést ért el Szilágy Nagyfalu csapata. A második díjat a kolozsvári magyar konzulátus játékosai vihették haza, míg a győztes csapat és a legjobb kapus díját ezúttal a szilágyzoványi csapat tudhatja magáénak.
Elégtételt vett a Sepsió SK Sporttal, folytatjuk. Megbosszulta a konstancai Fárul otthonában a sepsiszentgyörgyi Sepsió SK, hogy kétszer is durván a tengerpartiaknak kedveztek a játékvezetők a sepsiszentgyörgyi mérkőzésen. A Superliga rájátszásának 8. fordulójában 4-1-re verte a dobogóért és európai kupa szereplésért küzdő házigazdákat. Könyörtelenül kihasználta az ellenfél játékosainak hibáit a sérülések és eltiltások miatt több sebből vérző sepsiszentgyörgyi Sepsió SK, és valósággal kiütötte az európai kupa szereplésért küzdő konstancai Fárult a labdarúgó Superliga rájátszásának 8. fordulójában. Pavol Safránkó már a 2. percben kötényt adott Buzbukinak, ezt pedig a 22. percben megismételte. Aztán a 33. percben teljesítette ki a Mester 3-ast egy gyönyörű akció végén. A 2. félidőben a két kiállítást is érdemlő, de azokat megúszó házigazdák veszélyeztettek, de Máté a 69. percben végleg eldöntötte, kié lesz a 3 pont. A Fárul a hosszabbítás perceiben szépített Popescu révén, Diószegi László szerint a legelvetemültebb szurkolók sem gondoltak ilyen eredményre. Mérkőzés egy jó iramú mérkőzés volt, ahol tényleg igazi ellentámadásra rendezkedett be a Sepsió SK is. Ahányszor támadtunk, mindig veszélyes helyzetet tudtunk kialakítani, tehát azt mondhassuk, hogy megérdemelten nyertünk. Azt is hozzátette, hogy jelenleg a 4. helyet tekintik céljuknak, valamint azt is, hogy már készülnek a következő szezonra. Több játékos szerződéséről folynak tárgyalások, Marcelo Freitas brazil középpályással, az UTA Arad volt játékosával pedig már a szerződést is aláírták. Eddig tartott a híradó, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, minden jót kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.